Főtisztelendő paptestvérek, Krisztusban szeretett testvéreim! Az Ószövetség legnagyobb prófétájának, Izaiásnak a templomban egy alkalommal megjelent az Úr. Oly fölséges látomásban volt része, amelyről emberi szóval nem tudott számot adni. Megmaradt azonban fülében, amit hallott a mennyei seregektől, szent, szent, szent az Isten. És a szent Isten kinyilatkoztatta magát a történelem folyamán, és az embereknek parancsba adta, szentek legyetek, mert én szent vagyok. Jézus Krisztus, az Isten ember, az Isten szentje. Ő úgy szentje, hogy egy az Atyával. És ő maga is a szenteltessék meg a te neved imádságos kéréssel, és azzal a felszólításával a hegyi beszédben, hogy legyetek tökéletesek, amint a ti mennyei atyátok tökéletes, folytatja ezt a parancsot. És a keresztények komolyan vették, még életük föláldozásával is hűségesek akartak maradni az Isten szavához, az Isten igazságához, jóságához és szentségéhez. És éppen ezért mindazokat, akik meghaltak Jézus Krisztusért, különös tiszteletben és kegyeletben részesítették, és besorolták a szentek közösségébe. És amikor lehetőség nyílt rá, az üldöztetések megszűnésével, akkor IV. Bonifác pápa a régi pogány sok istennek szentelt panteont, hiszen annyit jelent ez a szó, hogy minden istennek, mind a mai napig látható Rómában, az a nyitott tetejű templom megkapta a császártól, és ő a minden isten helyett a minden szentek tiszteletére szentelte, és elhozatta a katakombákból, a keresztények által följegyzett sírokból a vértanúk csontjait. Ez 609-ben történt, és 28 társ szekér csontot, erekjét vittek a Panteonba. De ekkor még májusban ünnepelték minden szentek ünnepét, majd kitágították nem csak a vértanúkra, hanem a hitvallókra és az összes szent emberre, és 9. Gergely pápa 820 tájékán november 1-ére tette az ünnepet, nem csak azzal a gyakorlati meggondolással, hogy sok zarándok ment erre az ünnepre Rómába, és könnyebb volt az ellátásuk őszidőn, hanem azért is, mert az egyházi vége felé a Krisztus dicsőségét, uralmát sokkal jobban kifejezte a szenteknek együttes ünneplése, mint hogyha az év közepén lett volna. És azóta ünnepli mind a keleti, mind a nyugati világ ezt az ünnepet, és még átsugárzik ennek a hatása a mai világunkra, Európára is. Sokszor téves képzetekkel és összekeverve valamiképpen halottak napjával, de szoros kapcsolatban vannak a halottak és a szentek egymással. Mit tudunk mi a szentek közösségéről? Először is, hogy élnek. Mert Isten nem a halottak Istene.
Nem lett volna értelme világot teremteni, hogyha a halállal az értelmes embernek vége van. Isten hatalma és Isten jósága megkövetelte, hogy akiket megteremtett, ne legyenek az elmúlásé. És ezt ismét csak a Szentírásból tudjuk, hogy még a halál is csak a sátán irigysége miatt lépett ebbe a világba. Élnek ők, nem a biológiai élettel, amely nagyon rövid, 70-80 év vagy jobb esetben 90 manapság, de jobb az is csak törődés és fájdalom egy idő után. Az örök és kiteljesedett isteni életből kapnak részt, és közösségben vannak, hiszen a szentek közösségét valljuk. A Szent Háromságos Egyisten maga is közösségben él, és úgy teremtette az embert, hogy már a kezdet kezdetén kimondotta, nem jó az embernek egyedül lennie, mert közösségi lények vagyunk. Egyedül senki nem válik emberré magától. Rászorulunk másokra, és az a közösség megtart és éltet bennünket, és ennek meg kell maradnia. És ez a szenteknek a közössége, ahol szeretetben élnek. Jézus egy alkalommal, amikor afelől kérdezik őt, hogy az az asszony, akinek több férje volt, kinek lesz a felesége? Odaállt. És azt mondja, egyiknek sem. Mert ott úgy élnek, mint Isten angyalai. Nagy László annak idején kérdezte, ki viszi át a szerelmet? Senki sem. Mert a szerelemben nagyon sok indulat, nagyon sok ösztönösség, és sok esetben még olyan szenvedély is van, láthatjuk egy-egy féltés alkalmával, hogy még gyilkosságra is vetemednek az emberek. Ott a szerelemnek is szeretetté kell alakulnia, ahol lefoszlik minden önzés, minden magamutogatás, abból a szeretetből kapnak részt, amely Isten örök tulajdonsága, mert szeretet az Isten, aki szeretetben él, Istenben él, és Isten él ő benne. És ezek a szentek ugyanakkor boldogok is. Azért is olvastatja egyházunk evangéliumában a 8 boldogságot. Csodálatos a jelenések könyvének költői megfogalmazása, amint látja azt, hogy elvonulnak az üdvözültek, és Isten letörli szemükről a könnyet. És nem csak a fájdalom múlik el, hanem a hazatérés örömében részesülnek. Aki volt hosszabb idő távol hazájától, családjától, és jó családból származik, az tudja azt, hogy mit jelent hazatérni. Ott az örök és végleges hazatérésnek az öröme járja át a lényüket a szentek közösségében élőknek. És a mai nap zsolozsmájában Szent Bernát azt mondja, nem csak, hogy vágyódjunk erre, hanem törekedjünk rá, hogy mi is boldogok legyünk. A legpozitívabb emberképet a katolikus egyház nyújtja az emberek elé. Mert azt mondja, szentek lehettek. Élő szentek, és részesülhettek Isten örök életéből és boldogságából. És itt vezet át a mai ünnepünk estéje a holnapiba, amely ünnep Szent Odilótól származik, attól az apáttól, aki a mi Szent István királyunk levelező kapcsolatban volt, akivel levelező kapcsolatban volt, és ő vezette be a minden szentek napja után a halottak napját. Hiszen a halottak is
szentély lehetnek. Ezért is a Zsolozsmában az 50. Zsoltár egyik szava, a visszatérő antifóna, megtört csontjaim is örvendeznek, Uram. Mi most a Szent Mise után dísz sírbe helyezzük első érsekünknek a csontjait, akiről reméljük, hogy ő is örvendezik már az Úrnál, hiszen éppen abban a szerzetes közösségben, ahol ő apát volt Pannonhalmán, töretlenül szentnek tartják. Az életét jobbára ismerjük, talán néhány kiragadott momentum fontos, hogy fölidéződjék temetése alkalmával. Az ismeretlenségből jött, nem tudjuk, melyik nemzetnek volt a fia, de magyarrá lett. Ide jött közénk, de előtte Szent Adalbertnek, a Szent Istvánt megbírmáló, és nem megkeresztelő, mert az Radlap püspök volt, megbírmáló püspöknek lett a munkatársa. Vele volt Prágában, vele volt Rómában, a Szentelek kolostorban. Elment vele Lengyelországba, ahol Adalbertet megölték, és mártírként tiszteljük. Az esztergomi bazilika róla van elnevezve. És ő akkor, amivel nagyon jó híre volt, ami István fejedelmünknek idejött, először Pannonhalmára, majd a Zengőhegy tövébe, Pécsváradra, és onnét szólította őt a nagykirály, hogy menjen el Rómába, és kérjen koronát számára, s egyben áldást magyar népére, és ő elmegy Rómába, elhozza a koronát, és akkoron már valószínűleg érseki rangban volt, és ide került hozzánk. Rövid időre így mondja az egyház történet, hogy Esztergom érseke is volt, talán ezért is lett érsek, ez az ismeretlenség homályában van. De mindenképpen érseke volt a magyar egyháznak, amely akkoriban nagy ritkaságnak, sőt egyedülálló volt, hogy két érseki tartománya legyen egy-egy újonnan megtért népnek. Ide jött közénk, itt élte le az életét, és itt temették el az első székesegyház alapjainál vörös márvány szarkofágba, amelyet még a múlt század elején megtaláltak, de csak mostanra sikerült azonosítani, hogy nem Győri Saul ő, ahogy azt felületesen gondolták, hanem Asztrik érsek. És megtalálták a sírban mindazokat az érseki és püspöki jelvényeket, amelyek szimbolikusan az egyház hivatását kifejezik. Mert mi az egyház hivatása? Az emberiség üdvözítése. Abban benne van a leiturgia, a liturgia, az Isten dicséret, benne van a diakónia, a szolgálat, és benne van a tanúságtétel, a martűria. Ott volt mellette a kehely és a kelyhet takaró kis fém pala, a paténa, mint egy jelképezve, hogy az ő élete kicsúcsosodott a Szent Mise bemutatásában, az Isten szolgálatában. Mert imádság is Isten dicsőítése, de a Szent Misétől nincs tökéletesebb, hiszen ott maga Jézus Krisztus az, aki ott van és dicsőíti velünk együtt az Atyát. Ő viszi a mennyei szentélybe a mi áldozatunkat. Ahogy mondjuk is, ő általa, ő vele. Imádkozzuk a Szent Misében. És ott van a pásztorbot, a főpapoknak szolgálati jelvénye. Jó pásztora volt ennek a népnek, hiszen nagy munkát végzett, teljesen ismeretlen helyen, még pogányok között hirdette az evangéliumot,
de már székesegyházat tudott építeni, elhívták Bambergbe a templom szentelésre, és nagy híre és elismertsége volt a korai magyar egyházban. És az élete martűria is volt. A mártírság nem föltétlen vértanúságot jelent az egyház szóhasználatában, hanem tanúságtevőt. És ő tanúságtevő volt egész életével. Éppen a kutatások és vizsgálatok során derült ki, hogy nagyon sokat gyalogolhatott vagy lovagolhatott, csontjai őrzik azt a sok fáradozást, amivel ő hol Rómába, hol Lengyelországba, hol Bambergbe, hol az egyházmegye területén utazott, ment és fáradott Krisztus követségében, mert érezte azt, amit Szent Pál is érzett, Krisztus szeretete sürget minket. És így ment, és így vetett szilárd alapokat itt egyházmegyénknek, amely kibírt 1000 évet, számtalan megpróbáltatás mellett is, mert itt járt a tatár, itt volt hosszú ideig a török, háborúságok voltak, és az egyházmegyénk megmaradt. Ezért gondolunk rá nagy tisztelettel, Asztrik érsekünkre, és ahogy a zsidókhoz írt levél 13. fejezetében a szerző felszólítja az olvasókat, gondoljatok előjáróitokra, idézzétek föl életútjuk végét, kövessétek példájukat, tantsátok meg azt, amit tanítottak, hisz előttetek jártak a hitben. Mi életútjának vége mellett egész életére gondolunk Asztrik érsekünknek, hálával és köszönettel, és hogy a levél befejeződik, a dicsőítés és a szentség az Istené valójában, mert így fejezi be a buzdítást a zsidókhoz írt levél szerzője, mert Jézus Krisztus ugyanaz, tegnap, ma és mindörökké. Amen.